Üdvözlöm a kedves nézőket! Ausztria, Eidring, vagy más néven Red Bull Ring. A versenytávunk 40 perces lesz. Egy kör hossza 4,326 km. A versenytáját 1969-ben építették, azóta már rövidebb lett a pálya ugyan, de még így is nagyon jó. A versenyzőink számára 9 kanyar áll rendelkezésre, hogy megmutassák, ki a legjobb. Most nézzük a pályát! Sziasztok! Most én próbálom meg bemutatni nektek a pályát. Itt látjátok rögtön az első kanyart, amire egy emelkedő vezet föl. Nagyobb bukótérrel rendelkezik, így a baleseteket el tudják kerülni, ha úgy alakulnának a dolgok. A második kanyar komoly sebességgel érik el a pilóták. Itt nagyon fontos egy jó féktáv, mivel könnyen túlfuthat a pilóta, és ez sokba kerülhet neki. A pálya harmadik kanyarjához érve kezdődik el a technikás szakasz. Itt fontos a jó kigyorsítás, hogy utána következő negyedik kanyart dinamikusan lehessen használni. Az 5-ös, 6-os, 7-es kanyarokban csak egy dolga van a pilótáknak, mégpedig hogy tudják tartani az ellenfelükkel a tempót. Egy kis hiba, és már is a kavicságyba találja magát az ember, ahonnét nagyon nehézkes a visszatérés. A 8. kanyar egy nem veszélytelen hely, mivel a pilóták itt tudnak kimenni a boxba, illetve tovább menni a célegyenes ráfordulóhoz. Tempós kanyar, gyors döntést igénylő hely. Itt pedig a pálya végét, a 9-es kanyart láthatjuk, és a kiinduló pontot, ahonnét elindulnak a versenyzők. Meglátjuk, mit tartogatnak erre a futamra a srácok. Akkor nézzük a rajtsorrendet. Az első helyet Bakos Zsoltnak sikerült megszereznie egy kitűnő időeredménnyel. Zsoltnak voltak kisebb problémája az autóval, de az időmérőre és a futamra összerakta a csapat. Magyar Csaba a második helyen csak egy leheletnyivel csúszott le a pole pozícióról. A Benetton Renault ismét erősnek tűnik, és Csaba is jó formában van a hétvégén. A Benettonokkal csak a Mercedes pilótája Ola Christian tudta szétválasztani, aki a harmadik pozícióból fogja megkezdeni az osztrák nagy díjat. Az eddigi teljesítmény alapján neki is összejött a dobogó. Illés Rolandnak a negyedik helyen nem úgy sikerültek az edzései, ahogy szerette volna. Bár elmondás alapján nem a kedvenc pályája, ettől még rá is érdemes lesz figyelni, mert a versenytempója jónak tűnik. Az 5. helyen a Mercedes másik pilótája Fodor Mihály indulhat, aki a mezőny sűrűjéből kell megküzdeni a többi pilótával. Egy jól elkapott indulással akár még meglepetést is okozhat. Csáki László 6. helyen nem volt túl boldog az időmérős helyezésének. Elmondás alapján neki az osztrák sörök jobban bejönnek, mint maga a pálya. Mondjuk a hétvége folyamán többször láttuk a boxban sörözni a csapattal. A Red Bulloknak a hazai pályán sem jött össze jó időmérős helyezés. Kormány Mihály 7. helye is ezt tükrözi. Versenytempójuk viszont jó, így sok mindenbe beleszólhatnak, mint ahogy azt az elmúlt futamokon is láthattuk. Oberst a BMW-vel küzdött egész hétvégén, sehogy se találták a megfelelő beállításokat, és ez meglátszott az időmérős helyezésén is. A 8. hely azonban nem olyan rossz, mivel még így is van, akik mögötte rajtolnak. Bukovinski a 9. helyet tudta megkaparintani a Minardival. Az előző versenyen történt hatalmas bukása, még nyomot hagyott benne, és ez látszott a verseny tempóján is. Az orvosok szerint testileg jól van, de azért még meg kell emésztenie pár dolgot. A rajtrács végét pedig a szintén hazai pályán versenyző Red Bull-os Limpár Szilárd fogja zárni. Szilárd és a Red Bull vezetői kicsit értetlenül álltak a dolgok előtt, és sok mindent meg kellett beszélnünk egymással az időmérő után. Köszönjük szépen, Márk, ezt az igen részletes pálya bejárót. Hadd mondjam el, hogy nekem van még mit tanulnom hozzád képest. Hát köszönöm a dicséretet, Laci, de szerintem a tiédésem rossz. Igazán, hogy én most csináltam ezt először. Lehet, hogy azt kéne csinálni, mint a továbbiakban, hogy maradunk, ahogy eddig szoktunk, hogy te is, én is, és aztán így fölnyomjuk. Meglátjuk még, mit hoz a jövő majd. Igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból, nem de? Hát, persze, nyilván. Na, de hát ugye a srácok elfoglalták helyeiket. Így van, és mi is elfoglaltuk itt a helyeinket, úgyhogy lassan szerintem megkezdjük a felvezető kört. Így van. Egy 9 kanyarból álló
izgalmas pálya, és ebben a pillanatban el is indulnak a felvezetőkörre a srácok. Ott a háttérben egy kicsit lassabban jönnek el, főleg ott a Red Bull maradt le. Remélem, hogy a futamon jobban fog majd menni. Azt hamarosan meg fogjuk látni, úgy 29 kör, 40 perc. Hát, reméljük, hogy lesz mit közvetíteni. Úgy legyen, ahogy mondod, legyen egy nagyon izgalmas futamunk. Sok-sok akcióval, izgalommal megfűszerezve. Itt az időjárás, eső nem várható, ugye, a hőmérséklet szintén ideális. Most már csak az autókon és a pilótákon a sor, hogy bemutassák, mit tudnak. A hőmérséklet az jó lesz a gumiknak, hogy a lágyabb keverékeket használják a srácok, ott pedig egy McLaren, aki szélesebben sikerült elfordulnia. Hát a tapadással szerintem nem lesz problémájuk. De esetleg még az üzemanyag még kérdéses lehet. Hát taktika szempontjából egy kiállás vagy két kiállás, ugye? Nem, kinek hogy éri majd meg? Bocsánat, már egy Bukovinski megint benéze, mint az előző futamon, vagyis hát a csapat. Na de úgy látom, hogy szépen lassan itten elfoglalják a srácok a helyüket, úgyhogy lassan megkezdődik a 29 körös ausztrál nagydíj. Jobb oldalt Bakos, bal oldalt Magyar Csaba. Na, égnek a piros lámpák, és amint zöldre vált a lámpa, egyből elindulnak. Szépen el is indulnak, és ott vannak Bakos, nagyon szépen megfogta Magyar Csaba, és ott van a két Mercedes egymás mellett küzd. Na itt elől a második is, az első helyen Bakos, és Magyar Csaba elfordul az első helyen. És ott egy picikét talán Ola Krisztián volt a Mercedesnek, itt kicsit kiszorult a pályánál. És elő van Magyar, mögötte van Bakos, és itt megpróbálja a második kanyarba befordulni, meg, és egy picit egymástak értek. Bakos egy picit lejjebb szorult az ívő, és ott van mögötte, de ott a Mercedes-en is Fedor. És itt a harmadik kanyarnál, hármas, sőt négyen már Ülés is becsatlakozik hozzájuk. Milyen szép a futam! Még mindig itt van Bakos és Magyar Csaba. Bakos és Magyar Csaba ott vannak, fejfény mellett, egymás mellett voltak. Gyönyörű a futam. Laci, szólj hozzá egy kicsit te is. Igen, nagyon nagy csata folyik az élmenők között, meg itt a háttérben is. Limpán Szilárd, Bukovinski Mátyás. És Red Bullok, aki kiszorult. Bocsánat, a Red Bullok is így látom, hogy előre tudtak jönni egy pillanatra. És itt az élmezőn pedig Illés látjuk, hogy Fedorra próbál valamit kezdeni, és előbb is ott lehet látni a csatát. Illés be tud-e menni Fedor, mert ő nem bírt. Kicsit leszorította Illés, rázárta az ívet. Illés is megpróbált betámadni. A két Benetton nagyon komolyan megy. Itt pedig Magyar Csaba. Izzalak a fékek, és ott van most Bakos mellett. Na tud-e valamit kezdeni Bakossal? Gyönyörűen mennek. Nagyon szép a futam eddig! Bakos még mindig szépen tartja Magyar Csabát! Itt a kidorsítás, a Magyar Csaba nem tudok mit kezdeni, de a szőrárnyokban kicsit rá tudok mozzálkozni! Ülés a negyedik helyen, Fedorral szemben, de ráesik még távol! Ülés, és itt pedig megint Magyar Csaba és Bakos egymás mellett, fejfej mellett haladnak! És jönnek a 9-es, 8-as, 9-es kanyarhoz, és itt Magyar Csaba mered elő! Bakos is ott van, Magyar Csaba elfordul! Gyönyörű, és ott közben háttól is megy a csata! Ülés és Fedor! És Bakos visszatámad! Magyar Csaba nem tudta kivédekezni a szélárnyékot! Vagy mégis! Egy picit Magyar Csaba itt elrontotta, és ott van Fedor! Hát meg került ide Fedor! Fedor fölött a másik helyre, Bakos Zsolt mellett, ott van, sőt! Lehet, hogy első el is el tud fordulni! Egy pillanatot, a első és Fedor, és kiszorítják egymást Bakos és Fedor! És a két... De... Akkor ott a két Benetton! Két Benetton, igen, egymás mellett vannak, és elment Illés. Illés megelőzte Magyar Csabát is, bocsánat!
Igen, Magyar Csaba a negyedik helyre visszaszorult. És Illés ott lesz Bakkos, és Illés összeér! És Illés kiüti Bakkos Zsoltot! Nagyon-nagyon-nagyon kár volt ez, srácok! Az első négy, hát milyen komoly csatát vívott, és Bakkos Zsolt itt van, összetörte az autót! Vagyis hát Illés összetörte az autót, itt pedig a többiek próbálják valahogy kikerülni ezt a sok alkatrészt. De nézzük az első-második helyen, még minden jól szoros a csata! Fodor és Magyar Csaba, na most Fodor! Fodor tud-e valamit kezdeni, meg tudja érzni ezt a pozíciót? Magyar Csaba nagyon komolyan, az egész hétvége folyamán nagyon komolyan nyomja! Ott van szélárnyékon benne, de itt még nem merte bedugni! Igen, a Benettonokban nagy a potenciál, és a szélárnyékból is talán az erőfölé, sebesség különbség. Most ott vannak fejfej mellett, egymás mellett jön neki, kinek sikerült jobban a kidorsítás. Úgy látom Fodornak egy picit jobb volt, de Magyar Csaba még mindig szélárnyékban ott van, mögötte. Ez még nincs lejátszva. Magyar Csaba meg talán egy picit szűkebben tudott fordulni, jobb volt a kidorsítása, de nem még Fodor is ott van és tartja. Hát nem hittem volna, a negyedik helyen lévő Fodor, itt van az első helye jelenleg. Végtelen van Magyar Csaba, nagyon megérkezett a Mercedesre. Talán egy picibe jobb a beállítása Magyar Csabának. Úgy van, és itt végtelen igazad van, nagyon ráesik. Sőt, itten is egymás mögött van Magyar Csaba, egy kicsit kihúzódik. Idegesítve egy picit Fodort. Mutogatja magát a tükörben, hogy ő is itt van, közeledik. De ez ugye majd hajtja a vizet a csapattársnak a malmára, hogy alá kétlenek, hogy folyik már a harmadik helyre. Így van, és itt pedig Magyar Csaba belmegy Fodor mellé. Nagyon ijeszteget, úgy látom. Nem hagy egy perc nyugtot sem Fodornak. Az ötödik körbe járunk, és ilyen gyönyörű csaták vannak. Sajnos történt egy baleset is. Bakkos Zsolt kiesett. Illésnek új vezetőszárnyat kellett föltenni. Hát igen, ez sajnos benne van a sportvésus Magyar Csaba. És elmegy Fodor mellett. Átveszi Magyar Csaba a vezetét. Fodor nem bírta tovább a nyomást. De még mindig van lehetősége visszatámadni, és már mindig ott van rajta nagyon közel. Appá, Fodor egy pillanatra hibázott, és most meg fogja kapni talán Olá Krisztiánt magára. Igen, házon belüli csata lesz majd itt a Mercedesnél, ez így folytatódik. Magyar Csaba ellen ezt nem szabad megengedni. Na nézzük a visszajátszást, itt előn Bakkos Zsolt, mögötte Magyar Csabát. Kihasznak a szőrlámpak, és elindulnak, nagyon szépen elkaptak. Magyar Csaba egy pillanatra talán jobban elkapta. Pedig Olá Krisztián a harmadik helyen van. Itt kapott egy ütést, amivel kitessékelték. Még kormány is ötben befélt elé. De nézzük Magyar Csabát, egy pillanatra talán jobban elkapta rajta, mint Bakkos, úgy van. De Bakkosnak is elég jól kijött a startra rajta. És az első kanyarban már megbírta előtni Magyar Csaba, Bakkos Zsoltot. Itt nem tudok mit tenni. Zsolt, kicsit a első évben kihasználva Magyar Csabát. Így van, Bakkos Zsoltnak le a kamerájában is látjuk a rajtot. A tükörben már nagyon-nagyon szoktam, nagyon látszik, és itt a belsőben, simán elmondom. Akkor itt koncentrálom, hogy így és meg szerintem az, amit már ilyen ilyen lépés tárolnak, nagyon felsőben, sűrűben az ott. Jó, és Fodor is hogy megérkezett, hogy pillanat alatt ott volt a harmadik helyen. Itt a már mindés után össze is étett miatt a Bakkos Zsoltban. Ez ott szerencsére van, hogy itt egy kicsit Fodorral is kapaszkodva. Na csak 9 itt, még a tömegben nézve. Ő is megpróbált újra az alma menni. Úgy látom, hogy vigyázott a többiek. Na itt pedig egy szuper lassítást látunk. Mit látunk? Bum! Itt van! Csáki, kormány!
helyén, és az lőtte, hogy lőtte meg a látisztját. De hol nézhetek a törvényel? Állam, hogy az órát. Na, hogy első végére nézve. Egy pillanatra beérkezett elé Csáki László, és... Hopp. Egy pillanatra, hogy beért, és olvast, hogy el kellett engedni a vászt. Igen, jó lehet, hogy igen, zárt a felőtt a szöget. Majd pedig az 5., 7., 8. helyen látjuk a csatát jelenleg. És a visszajártásban. Hoppá! És ott van Bukovicski! Bukovicski ismét összetörte majdnem a McLaren, vagy a Brown Minardit. Hát mit kap ez az autó, komolyan mondom, és kibírja? Az a Brown Minardi, az nagyon sokat kapott ezen a futamon is, és az előzőn is. Igen, közben itt egy kisebb csata. Limpát. Szilárd és Olaj Krisztián között. Ami Csáki László kamerájából látunk. Szerintem fújják neki a... Bocsánat, szépen fújják neki a sátor. Igen, nem sajnálják. Még mindig visszajátszást nézünk. Hát igen, sok izgalom volt már az elején is. Igen, és reméljük, hogy a továbbiakban is ugyanígy tartogat nekünk. Én is úgy láttam, hogy a két Mercedes is érkezik egymás mögé, mellé, lassan. Igen, és már az élőképet látjuk. Magyar csoda szépen elment. Próbálja tartani a távolságot, vagy inkább eltávolodni a két Mercedes-ből, akik egymással vannak elfoglalva. És azt akartam, hogy milyen szépen látjuk, hogy a két Mercedes külön híveket használ. Ahogy Kormány Mihály is úgy látom, külön hívet használ a pályán kívüli. Hát néha azt is kell. De úgy látom, azért ebből függetlenül megérkezik a McLarenre. Itt lassan. Zárkózunk föl, úgy van. Ez a Red Bull még nem az igazi. Na, de nézzük oda Krisztiánt, aki a harmadik helyen próbálja nyüstölni a második helyen lévő fogot. De még kicsit távol van, úgy látom a szélárnyékot, még nem bírta megfogni. Nagyon egymáson van a két Mercedes. Na, Olá Krisztián, tud-e valamit kezdeni fogóról? Csáki Laci, milyen szépen látszik, hoppá Csáki Laci, egy pillanatra megcsúszik, na! Kormány jön mögötte, azt hiszem igen Kormány! És el is meg mellette! Hát most már előtte van, így van. Egy apró hiba. Elég szoros a mezőny, azt kell mondanom. Így nem férnek bele ezek a hibák. Mely pedig Olá Krisztiánt látok, hogy fölön, na most már nagyon ott van rajta. Itt már a szélárnyék is nagyon sokat segít neki. Itt nem szabad megpróbálni, mert a konyar, hiába gyors, de szűnt, mert a szélegyen egyben. Gondolom, hogy azért ott voltak az előző futamban, ugye a két BMW és Ulvás és Szabó találkoztak, ők ezt nem engedhetik meg, főleg ilyen pozíciókból a második, harmadik helyen. Itt pedig látjuk a jelenlegi sorrendet. Bakó Zsolt már sajnos nincs a futamon. Az autóját is már elszállították. Na Csáki Laci! Igen, Zsolt volt a legnagyobb vesztese a rajt utáni tülekedésnek. Ülésről nagyon el... Nem tudom, ülés ott valamit nagyon benézett. Hát ugye nem láttuk visszajátszást arról a pillanatról, de... Tehát amit külső kamerából, na majd folytatom. Itt a Mercedes-ek egymásra találtak. De minél lesz szoros, és ott van Olá Krisztián, úgy látom, ott van! De még mindig nem tudott elmenni! Fogor és Olá Krisztián, körökön keresztül követik egymást, nagyon szépen megy a csata!
Na itt a szilárdban van-e valami kis reménye esetleg Rád Krisztiánnak, hogy elmenjen? Nem úgy látom, hogy de megpróbál beszúrni elé! De nem sikerült, sőt, egy picit meg is csúszik volá Krisztián! Most talán van egy 25 idő, hogy befejezzem a gondolatmenetemet, tehát a külső kamerákból, ahogy én láttam, Bakos Zsolt szerintem a pálya belső ívéről kifelé sodródott a féktávon, még Illés ugye a külső íven volt, és ugye pont besodródott Bakos Illés elé, és ebből adódott az, hogy összetalálkoztak. Talán Illés nem számolt erre, vagy de az is lehet, hogy egy kicsit meggyúzott Bakos Zsolt, vagy nem tudom, de azt biztos, hogy Illés nagyon eltalálta, hogy valószínűleg mind a két versenyzőnek itt már annyi a futamnak. Bár Illés, bocsánat, tovább tud jönni, ugye, mint Bakos Zsolt már nem. Hát igen, de Illésnek is ugye sok az hátrány. Hát magyar családban szemben biztos. De úgy láttam, hogy közben a két Red Bull is itt egymásra fog találni, szép lassan. Meg kell hagyni, a balesetet leszámítva igazából nagyon szépen megy mindenki. És úgy látom, hogy csapatok így egymásra találnak, a Mercedes is, a Red Bull is, úgyhogy... Hát a Benetton az meg van egy elhúzó, meg egy sereghajtó. Magyar csapat nagyon szépen eljött. Sőt, már az első kanyarban nagyon szépen megelőzte Bakost is. Egy picit ráterhelt arra a jobbosra, és Bakos Zsolt már nem tudott mit tenni. Pedig Olá Krisztiánt láttuk, hát nem tudott visszazárkozni egyelőre fordóra. Megpróbálkozott, de picit lecsúszott ott a harmadik kanyarnál, úgyhogy nem jött össze az előzés. Hát az apró kitárt, az most próbálja ledolgozni. És itt látni egyébként, hogy a pilóták milyen kihegyezetten mennek itt a pályára, hogy nem tudott ennyi pár kör alatt se közeledni. Itt pedig Illés, aki a 9. helyen. Lassan úgy láttam beírni Obestet. Na Obest védekezik egy picit, tartsa fel, vagy feltartja el Illést. Itt a szélárnyékban kicsit nehézkes lesz, mert a Benetton nagyon komolyan ott van. Sőt, úgy látom el is ment mellette, de nem volt egy nagy visszatartás. Az a BMW az nem az igazi szerintem. Szerintem nincs meg a megfelelő beállítás Obestnél. Valószínű. Na és itt pedig Bukovinskit látjuk, akire valószínűleg, hogy Illés meg majd szépen lassan zárkózik föl. Hát azért, hát ott egy kisebb hiba, hát az ilyen hibákat nem szabad megengedni, még akkor sem, hogyha a mögötte érkező elég nagy távolságra van. Tudod, mit mondok neked? 11 körönként egy ilyen hiba belefér. Legyen, meggyőztél. Jó, nálam legalábbis belefér. Jó, kivétel erősíti a szabályt. Itt pedig úgy látom Csáki Laci is küzdik, aztán az utolsó két kanyart nem igazán nyugon kapta el. Kicsit szélesebbre sikerült. Lehet, hogy alacsonyabb szárnyalással megy ugye az egyenesebb szakaszokra. Na ez is egy jó kérdés, egy ki milyen ráállította be az autót? Hát szerintem az optimálisra. Urmányáj, az ötödik helyről érkezik Limpárra. Csak kinek mi az optimális? Neked mi lenne az optimális? Nekem? Egy szép hosszú szőkehajú lány. Az optimális. Na ugye, akkor egyet értünk ebbe. Na de térjünk vissza a futamra. Hoppá! Megcsúszik kormány! És éppen hogy nem törte össze a Red Bullt. És az is belehet, hogy 12 kör, és itt vannak ugye lassan majd a kerékcserék is, kopnak a gumik, de nem megy ki, kormány nem megy ki. Egy picit túl erőltette, de nagy szerencse, hogy vissza tudott jönni a pályára. Úgy látom, hogy itt a Mercedesek között stagnálás van, se közelebb, se távolabb látunk, hogy a Mercedes képest Kolóniához. Nem, ezt a két autót szerintem ugyanúgy tölték be, úgyhogy jelenleg
nagyon szépen mennek. Nem. Ez eddig nincs szép mérsége. Csak nehogy ugyanabb a körbe jöjjenek ki a bogok. Hát gondolom a Mercedes azért nem taktikázza le ennyire magát. Bár láttunk idén már erre példát. Már nem a Mercedesnél, de azért láttunk már példát. Csáki Laci itt meg is kezdi egyből a boxot. Akkor Csáki László fogja megkezdeni a box kiállásokat. Bukovinski Mátyás. Szintén jön a boxba. Eljön és ő pedig követi őt. Akkor megkezdődik hivatalosan is az iRingen a kerékcserék. Talán most ment el illés olyan, ugye? Így van. Így van, így van. Jól mondod. Jó a szemed. Illés nagy jelenleg följött a hatodik helyre. Ő már cserélt gumit, gondolom. Valószínűleg ő keményebbik keverékre váltott ugye az elején. Az ütközés után. Nem biztos. Bár lehet, hogy igazad van, és a végére, a futam végére hagy majd egy rövidebb lágygumis etapot. Ez kiderül, hogyha nem töri össze magát, vagy mást. Csak nem. Ezek után most bármi lehet. Úgy láttam egyébként, hogy Obers is elment Bukovinski mellett. Jelenleg Obers a nyolcadik. És a Mercedesnél is megkezdődnek a kerékcserék. Na, Olá Krisztián talán egy elővágással megpróbálkozik. Kihozták Olá Krisztián. Hát azért az elővágás... volt köztük azért egy elég szép távolság. Na, így van, és most úgy látom, hogy a két Red Bull pedig elmegy Olá Krisztián mellett, így Olá Krisztián az ötödik helyre fog visszaérni a harmadik helyről. Így van, és a felirat meg is erősítetben. Na ez még érdekes lesz. Viszont akkor Olá Krisztiánnak most taposni kell. Egy nagyon jó kivezetőkör kell neki. És persze kérdés, hogy meddig marad ki még a csapattárs Fodor Mihály. Amint látjuk itt a Benetton Renault-nál még nem hozzák ki Magyar Csabát. Magyar Csaba nagyon kegyetlenül nyomja neki. Sőt, nagyon szép köridőket is megy. Limpár viszont küzdködik a gumikkal, és most ő is kijön. Na, harmadik hely. Mennyit tudott kiautózni Olá Krisztiánhoz képest? Itt ugye a csapattárs. Hát egy kör alatt szerintem nem lesz meg, ott jön már Olá Krisztián. Hát nem, nem. Sőt, itt a Illés is. Na nézzük a harmadik helyen, a negyedik helyen lévő Illést, ő elmegy úgy látom. Azt hittem itt lesz egy kis csata, de nem. Illés elmegy. Akkor így viszont bejön a két Red Bull közé. De azt ne felejtsük el, hogy Illésnek ugye jelenleg még olyan 10-11 körös gumija van. Ha jól emlékszem, a harmadik vagy a negyedik körben történt az a baleset. És Fodor Mihály is közben a boxban a második helyről jön ki. Kérdés, hogy ezt... a csapattárs elé tud-e visszajönni. Igen, na most kell nagyon nézni, hogy hova jön vissza Olá Krisztiánhoz képest. Itt pedig a másik Red Bullos kormány Mihály, aki szintén kijön. Na ő pedig a Limpár Szilárdhoz kell nézni. Nagyon szép taktikai húzások volt. Itt egy-egy kör eltérés volt a csapatok mellett között. Ha jól látom, akkor ott elől már Fodor Mihály jön ki, Olá Krisztián most lép ki át a rajtszélvonalat. Na ez még szoros lehet, itt még nagyon szoros lehet. Olá Krisztián itt jön el, Fodor kijött a második helyre, úgy van. Én azt gondolom, hogy Olá Krisztián egy nagyon picit különbözni Fodorhoz képest. Hát, egy nagyon... Viszont Olá Krisztiánnak már melegek a gumiai. Látszik is, hogy tolja neki. Fodornak még egy picit vissza kell rázódnia. Itt pedig a Illés Roland. Na és itt pedig jön a két Red Bull. Akik ugyanabba a pozícióba kerülnek vissza, de ugye jön még ott a háttérben a McLaren. Csáki Laci volt.
itt pedig Magyar Csaba. Aki jön a boxba. Így van. Nagyon érdekes, az első helyen Magyar Csaba jön ki, úgymond utoljára a boxba. Az élmenők közül persze. És megkezdődik hivatalosan is a 17-kör. A 17-ben vagyunk már. Na most Olá Krisztián pedig nagyon beérkezik Fodorra. Lehet, hogy Fodor Mihály autóján nem működnek annyira jól ezek a kemény keverékek? Olyan is lehet, hogy kubitottuk, a különbség van a kettő Mercedes között. Mert Olá Krisztián nagyon ott van rajta. Odaér, és közben Magyar Csaba is itt jön. Itt jön ki. És ott jön a két Mercedes egymás mellett, ennyi az előnye Magyar Csabának. De Olá Krisztián ott van, itt meg fog próbálkozni elmenni Fodor mellett, és el is megy. De vissza tud-e támadni Fodor, mert itt van szélárnyék, és úgy nagyon tempós a pálya. Ott van rajta Fodor is egymás mellett a két Mercedes, gyönyörűen csatáznak. És Olá Krisztián ott van, és Fodor egy picit megcsúszik, és csak a harmadik helyen tud jönni. Hát most fordult a kocka. Megcsinálta Olá Krisztián. Fodor jelenleg a harmadik. Na most neki kell visszazárkózni a Olá Krisztiánra, de úgy látom, hogy Olá Krisztián nyúlik el tőle. Így van, miközben Fodor Mihályra a háttérbőnek megérkezni Illés. Ingumi taktika különbség lesz. Akkor most Olá Krisztián viszont ...nak fel kell zárkozni a Magyar Csabára. Bár... Ha fel tud. Igen, és viszont Olá Krisztián két körrel... tehát több a gumikopása, mint a Magyar Csabának. Na, ezt most szépen elmondtam. Tehát Magyar Csabának frissebbek a gumijai. Illés Roland pedig így van, zárkozik föl Fodorra. Fékfelvokon megérkezik nagyon. Illés a 9. helyről jelenleg a 4. helyre fölért. Bár neki még lesz kerékcseréje. Már ha lesz, mert hogyha keményebbik keverék van fönt, akkor talán elmegy a futam végéig. Azzal én... viszont sokat spórolhat. Én nem gondolom, tehát... Már régebben mondtam, ugye, hogy szerintem Illés a keményebbik keréken van, de szerintem nem, mert Fodor nem lehet ennyire lassú, és most megy el, mert Illés! Itt még nem, itt még egy picit vár Illés, talán a szélárnyékra gyúr. Hoppá, és Fodor hibázik! Illés itt nagyon szépen, illetve könnyedén el tudott menni mellette. Csak nem hagyja magát Fodor Mihály. Itt nem fog tudni szerintem visszatámadni, mert Illés elnyúlott tőle. Fodor Mihály jelenleg szerintem más taktikán van, és Illés is egy picit megcsúszik, hárman is megnyúztak már ebbe a kanyarba. Igen, az egy eléggé érdekes kanyar, mert ugye... Viszont Fodor itt megpróbálkozik visszatámadni Illésre, és mellé ér, egy picit összeérnek, azt hittem Fodor lecsúszik az ívről. Illés húzta nagyon be akkor, mert zárni akarta a szöget, ami sikerült is neki. Na most azt nézni meg, hogy Fodor kiüti Illést. Az csúnya lenne. Ah, nagyon csúnya lenne. Tudom, nem is adok ilyen ötleteket inkább. Van még vissza 9 kör, na és most megy be Illés a boxba. És akkor Fodor pedig elmegy mellette. Akkor Illésnek van egy rövid etapja a végére. Egy lágy gumival. Igen, és most az a kérdés, hogy elmennek-e mellette a Red Bullok? Úgy van, én úgy látom, hogy két Red Bull is itt elmegy mellette. Kormány Mihály, aki a negyedik, Limpárd az ötödik, és akkor Illés pedig a hatodik, aki most hagyja a boxot. Csáki Laci is kicsit küzdködik itt az autóval a hetedik helyen. És ő csúszik. Is egy rövidebb. Etapra gyúrt a végére. Két kiállást, megnézzük, hogy melyik lesz a jó. Magyar Csaba ugye eddig egyen van. Tűres elhagyta a boxot. Csáki Laci pedig most ment be. Ha csak nem lesz eltaktikázás valamelyik csapatnál, akkor az szép lesz.
láttam, Bukovinski, ez az autó megint kapott, és Csáki Laci is. 8. helyen, milyen szépen lassan vette be egy Csáki Laci ezt a kanyart. Csáki Laci jelenleg a 8. helyen van. Lehet, hogy ő is inkább még mindig egy jobb sört inna, mint ott a 8. helyen lenne. Hát igen. Finomak az osztrák sörök. Na itt pedig látjuk a sorrendet jelenleg. Két Mercedes helyet cserélt. Itt pedig úgy látom, hogy hol Óvercsek körözi le Olá Krisztián. Belecsúszott Óvercs és itt az első kanyaron. Szerintem egy igen kopott gumija van már neki. Hát én nem is láttam volt ez a gumija. Szerintem nem. Ezt se tudta beverni. Nem, de nincs olyan megfelelő beállítás itt a BMW-nél. Nem találták el az ideális dolgokat. Viszont jön Csáki László a friss gumikon. Hát, kérem szépen, azért az a féktár keménynek van. Megpróbálkozott vele. Nem baj, ezzel még adott egy kis időt Bukovinskinak. Bukovinski 7. helye viszont nem olyan rossz ahhoz képest, hogy ő is honnét indult. Hát igen. Ja, mondom, a lényeg az, hogy majdnem mindenki tökéletesen végig tud menni a pályán. Ez egy gyors pálya, és úgy gondolom, hogy a pilóták is szeretik. Már aki nem szereti jobban az oszfák sört, ugye? Na, mondjuk ebben van igazság. Na, és ó, de jó a kamera, pont a mi emberünkre kapcsol. Csak emlegetni kellett egy oszfák sört, és már is itt van Jack László, aki megérkezik szép lassan Bukovinski Mátyásra. Nézhetjük is a hátsó kamerájából, hogy közeledik a McLaren. Picit talán szélesebbre veszi Csáki László azokat a kanyarokat, de itt a szélányokban nagyon szépen betapad, és de ráérkezett Csáki László Bukovinskira. Na itt kivárt egy picit, mert nem lehet előzni, de ott van! Nagyon komolyan ott vannak egymás mellett! És Csáki Laci meg tudja előzni Bukovinskit! Itt vigyáznak egymásra, és megcsúszik Csáki László! És a fűvön! Jön vissza, Bukovinski pedig elmegy. Na ezt meg kell próbálni majd még egyszer. Még van 7 köre rá. Egy picit megcsúszott Csáki Lászlónak az autója. És itt is úgy láttam, egy picit megcsúszott. Szerintem most vérszemet kapott. Egy kicsit kuszkodik az autóval Csáki László. Na itt pedig úgy láttam, hogy Fodor is megérkezik Óbestre. Óbest szépen lehúzódik az ideális ívről is, még ott a pályát is elhagyta egy picit. Nem akar beleszólni a nagyobb dolgába. Na, még az lenne szép, hogy most itt Óbest kiütötte volna Fodort. Már, mondom, ötleteket ne adjál. Ez tip volt, nem ötlet. Na jó, hagyjuk, menjünk vissza a pályára. Eddig is ott voltunk, kérlek. Én eltévedtem egy picit. Az észrevettem. Eltévedtem mindig Tóbest. És van a Red Bull is. Hogy sincs tartva a General kormányjára jelentkezésre. A Red Bullok is ahogy kezdték, ahhoz képest 4.-5. hely, nagyon szép. A Red Bullok itt alattatna szerintem időmérőnnek. Futamon nagyon komolyan ott vannak. Ahogy ülés is azt látom, a 6. helyen érkezik szépen Limpádra az 5. helyen. Nem lesz jutunk az utolsó 6 körben. Nem, szerintem Illés tesz róla. Hoppá! Limpár egy picikét talán korán vette azt a kanyart. Megdobta az autót. Szükre akarta venni. Illés meg egy kicsit nagyon-nagyon túlkormányozta azt a üzét, kocsit. Itt is egy kicsit talán csúszik le Illésnek az autója. Próbálja rövidre venni a fűtbe, hogy én azt veszem észre.
itt is csúszik ki, innen és egy picit csúszik ki, és limpál is a tele egy picit kicsúszott. Egy kis port adott neki. És úgy látom, hogy Illis szépen közeledik rá, és itt a, szerintem a célegyenesnél megfogja próbálni, és Limpár egy picit hibázott. És Illis ott van rajta a mellé, mert a szélárnyékat megfogja. Na bevújik el az első kanyarban mellé, de szerintem Illis nem itt egy picikét még el... Appá, azt hittem megcsúszik Illis. Nem szabad kockáztatni itt már a végén. Illis a hatodik helyen... Hát nem nagyon, neki nem szabad. Neki nem szabad meg ingalibát okozni, mert azt a Bakos Zsoltot is ott még... Bakos Illésüket is még ottan vizsgálják. De most Illés nagyon ott van Limpáron. Még mindig nem bír bemenni elé, mellé. Pedig ez igen komoly pillanat neki. Limpáron nagy a nyomás most jelenleg. Illés ott van rajta, a féktávon mindig egy picit odaér. Itt nem fog tudni erődni szerintem Illés. Kivéve, hogyha a célegyenes ráfordító kanyarnál nem kényszeríti hibára Limpárt. Nem, én úgy látom, most mind a ketten szépen bevették ezt az utolsó kanyart. Így nem tudott Illis közel kerülni Limpárhoz. De viszont... Limpárnak még ott van előtte Oberst. Igen, az egy érdekes kérdés lesz, hogy ketten jönnek most Oberst mögött. De viszont ott elég tempós itt ez a kanyar. Oberst nem fog végül. Nézzük, egy picit Limpár le is húzott, és Illis nagyon ott van rajta. Itt viszont Illis szerintem megpróbál bebújni mellé. Mutatja magát Illis, és nem. Oberst forrá, nem avatkozik bele, megszabadta ezt Limpár. Nem, Illis nagyon óvatos. Szép a csata, nagyon szép a csata. Az a baj, hogy nincs mások hátra. Három kör van, Illis három körre van, hogy megpróbálkozzon Limpárral. Nagyon közel volt most Illis. Itt az első kanyarnál jó a kigyorsítás a Limpárnak, akkor Illis nem tud mit kezdeni. A Red Bullok nagyon jól be vannak állítva. Valószínűleg futamra vannak beállítva, és nem az időmérős helyezésekhez. Ez meglehet. Limpár Szláv nagyon szépen védekezik. Külön meg kell dicsérnem. Egy picit itten rossz volt a kigyorsítása, mert elfék, vagy kicsit megcsúszott a kerék. Itt pedig Olá Krisztián, aki kimegy a boxba, három körrel a végén. Olá Krisztiántól már láttunk párszor ilyet. Hát, ha megvan az előző. A második helyen. Na most akkor ott lehet Fodor. Fodor elmegy mellette? Ez még csak Bukovinski. Fodor jól lemaradt Olá Krisztiántól. Itt pedig jön ki Olá Krisztián, és ott jön Fodor a háttérben. Na ez még nagyon izgalmas lehet. Ez nagyon izgalmas. És Fodor elmegy Olá Krisztián. Viszont Olá Krisztiánnak most füstek a gumiai. Fodor nem tudom, hogy ezt ki tudja elvédekezni. Jó, hát, nagyon izgalmas lehet itt a végén. Bocsánat, de háttérből még ő követte egy Red Bull is, aki Olá Krisztiánra esetleg veszélyt jelentett, Kormány Mihály személyében. Nem, ő szerintem nagyon le van maradva. Hogy Limpár Szilárd lehetett? Pontosan, látom, hogy azt látom, hogy Kormány Mihály itt van, a negyedik helyen. És ő is az utolsó körülben mennek ki még kereket cserélni. Na Illés, és ott van Limpár! Na ezt most ki tudja védekezni Limpár? A szélárnyékban ott van! Nagyon közel van Illés, és elmegy mellette! Limpár, nem tudok mit kezdeni már Illés Rolanddal! És közben Kormány Mihály is benn van a boxba, és Illés elmegy mellette is! És ott van Limpár, visszatámad Illésre! Azt a csatát kéne néznünk, nem azt, hogy most jön ki itten Kormány Mihály a boxból.
kormányt egy picit fel is csúszik. Mi történt ott elől? A kameraman, kérem, hát adják már be a képet. Na, itt vannak! Illős a negyedik, Limpár az ötödik! És Limpár elő van, Illős ott van! És Illés visszaelőzte! Na ez sincs itt még eldőve! Limpár szinten nagyon ott van Illésen, gyönyörű! Mellette van! Jönnek a négyes kanyarhoz! És Limpár visszaszedte a negyedik helyet! Illős Roland! Két kör van vissza! Hát ez gyönyörű! És megdomálja Illős a fülön! Kívülben! Illős is gyönyörűen csinálja, és Limpár! Ide-oda mennek a helyezések! A negyedik, ötödik hely! Most talán Illős szélárnyékból. Most Kain komolyan ott van Illés mögött a szélárnyékban, és bebújik Limpár mellé! De itt viszont Limpár, és én is egy picit elfékeztem, egy kicsit kisodolgott, és Limpár visszaszerezte a helyet! Viszont ez egy tempos, hosszú kanyar! Hosszú egyenes, bocsánat, és itt Illés visszatámad, és megint ott van Limpár előtt! Gyönyörű! És Limpár, na itt a lehetőség, akkor visszatámadjon! Egy kör és egy picike van hátra. De itt Limpár megcsúszott. És Illés pedig egy pici előnyt tudott szerezni. Én és nyúlik el Illés, igen. Itt pedig Limpár, Szilárd, és ha jól láttam, talán... Ja nem, ez még ugyanaz a csata. Nóla Krisztián, és itt az a másik csak, ami még nincs eldőlve, és Fodor a harmadik, negyedik helyen a két Mercedes, és Fodor elfékezte egy picit, gyorsítása sem volt az igazi. Nóla Krisztián, pedig nagyon tapad a kocsia, hiszen új a gumi. Igen, az esélye adott Nóla Krisztián, amit megelőző a csapattársát. Egy picit mindig füssönnek a gumiai Fodornak, egy pici hiba mindig benne van, minden kanyarban, és oda alá Krisztián ott van! Egy körrel a vége előtt, vagyis hát másfél körrel! Tud-e kezdeni valamit? Fodor feltartja egy picit alá Krisztián, nem akarja átadni ezt a második megszerzett, keményen megszerzett helyet! Ezt nem fogja tudni szerintem kivédekezni Fodor, és itt pedig alá Limpár Szilárd van, és Illés ellen megy! Ráijeszt Illésre, egy picit Illés lecsúszott az ívről, Limpár ott van! Megy a Mercedes-nél a csata, és megy itt a Benetton és a Red Bull között. Szélárnyékban Limpár ott van, Illésen ott van, össze is jönnek egy pillanatra, és Limpár megfordulog! Innétől kezdve eldőlt itt ez a csata. Hát mit művel? Komolyan mondom, egy ilyen pozíciót Föladni, hát ott volt előtte a lehetőség. Egy pillanatra talán előbb nyomott a gázra, és megcsúszott az autó, és itt a Nivolán Krisztián és Fodor Mihály! Fodor Mihály még mindig szépen tartja, és egy kör van már, annyi sincs vissza! 8 kanyar, ez volt az első kanyar, mind a kettő Mercedes egy picit itt lecsúszott az ívről. Úgy látom, hogy Olá Krisztián itt már elengedte. Én nem így gondolom, Fodor egy piciket itt is megcsúszik, de Olá Krisztián is nem erőltető ezt a kanyar. Ami biztos, második, harmadik hely. Ez biztos. Ha csak nem történik eddig valami. Hát ha nem hibázol, akkor ez biztos. Itt pedig Magyar Csabát látjuk, aki lassan beér az első helyre. És szépen lassan, komótosan megnyeri az A1-ringi osztrák nagydíjat. Itt a győztes Magyar Csaba, ebben a pillanatban leintik. Magyar Csaba nagyon szépen versenyzett ezen a futamon is. Na de nézzük a második, harmadik helyet, még nincs eldőlve! Fodor van elől, itt a Nóla Krisztiánnak az első szárnyáról nézzük az eseményeket.
Kettő kanyar van vissza, kettő kanyar a második, harmadik hely. Olá Krisztián ott van, Fodor vagy Olá, Fodor vagy Olá, Olá Krisztián ott van, Fodor vagy Olá. És ott van, és Fodor megnyeri a második helyet, és Olá Krisztián pedig bejön a harmadik helyre. Ez nagyon szoros volt. A Mercedes kicentiszta a végére. Hát gyönyörű volt a két Mercedes! Gyönyörűen csinálták, itt pedig Illés Roland jön, aki a negyedik helyen fog beérni. Ahhoz képest, hogy hol volt a futam elején, ez egy igen tisztességes negyedik hely. Hát elvég negyedikről indult, negyediken ér be. És itt pedig jön Limpár, Szilárd, aki kicsit elrontotta itt a végén a dolgokat, de az ötödik hely is elég szép. Az időmérős helyezéséhez képest pedig kitűnő. Így van. Itt pedig a hatodik helyen Kormány Mihály hozza be a másik rekord. Csáki Laci, aki pedig a hetedik helyen jön, szerintem beér a boxba, és megiszik egy rekes sört. Vagy kettőt. Meghívhatna minket is, mondjuk. Nem, igazából a helyezéséhez miért te vissza meg a rekes söröket? Hát lehet. Akkor Bukovinski még jobban jár a nyolcadik helyen. Hoppá, itt pedig Obest! Még itt az végén megforog a BMW-vel. Na hát, mint Kolbesnek a box kiállását nem láttuk. Hát szerintem nem is volt neki. Na hát, nem hiszem, hogy 29 kört kívül van a műva. Nem, meg hát a szabályok sem engedik meg ugye. Egy kiállás kötelező mindenképp. De ahhoz képest azért a 9. helyre behozza a BMW-t, és így értékes pontokat szerez a csapatnak is, önmagának is. Ahogy van, egy kis játék is benne van. Ne, megvan az öröm azért. Szép utam volt, meg kell mondanom ez is. Nekem tetszett. Nagyon sok izgalom. Itt pedig úgy látom, hogy jönnek a csapatok és örülnek, a Mercedes is itt van, Bukovinski is forgott egy-kettőt. Pedig a végeredmény. Igen, jelenleg a végeredményt látjuk. Mercedes kopratja a gumikat, a motor. Itt már mindegy, már lehet. Na, és még ilyen a Red Bull is. Kormány Mihály is megforgatja egy párszor az autót. Hát szóljon. Erről szól kéne, erről szól. Na és itt a BMW-vel Obest, ő is megforgatja. Ad azoknak a gumiknak. Hát ha már a futam annyira nem jött össze. Itt pedig a győztes látjuk, Magyar Csabát, aki behozta a Benettont ismét az első helyre. Magyar Csabát meg kell dicsérni, a hétvégén is ő volt a leggyorsabb. Igazából már én azt mondom, hogy mindenkit meg lehet dicsérni. Így van, srácok. Szép volt, jó futamot láttunk. Egy visszavágót azért megnéznék majd Illés, Magyar Csaba és Bakos Zsolt között. És ne felejtsük el, még ott van Olá Krisztián és Fodor is. Nagyon szoros. Nagyon. Jó, jók az autók, jók a pilóták, úgyhogy reméljük, hogy még sok ilyen szép futamot látunk. És közvetíthetünk. Sőt, még jobbakat, még izgalmasabbakat. Köszönjük, hogy velünk tartottatok most is. Várunk benneteket legközelebb. Szép estét mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok.